Tabu TV a TV, amit csak lazán lehet komolyan venni. Mellettem Gangsta Zoli. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Jó rég volt már, amikor utoljára láttalak, akkor még nem voltál apuka. Milyen érzés? Hát amikor utoljára én láttam magam, akkor tényleg nem voltam apuka. Jó, nagyon jó érzés, főleg, hogy itt megy el előttem a Gabi, és ez rögtön földobja a hangulatomat. Ne, jó, jó érzés, tök jó. Régen azért ugye mindig bulisztatok egy-egy fellépés vagy koncert után. Ez régen. Most is? Azt gondoltam, hogy amióta megvan a pici, azóta sietsz haza, és vége van ezeknek a nagy partiknak, meg dajdajoknak, és inkább előtte. Igen, jó, persze. Az úgy. Nem az. Tabu rádióban nem kell. Amikor otthon vagyok, és nincs koncert, akkor családapuka vagyok. Amikor eljövök koncertre, akkor ugyanaz a rock'n'roll srác vagyok, mint régen. Ez az első budapesti sörfesztivál, ahol most vagyunk, kissé kevesen vannak. Ti léptetek már föl sörfesztiválokon? Hát elképzelhető, szoktunk fellépni. Úgyhogy előfordult már szerintem ez az eset. Hát nyáron rengeteg fesztivál van, ebbe belesik sörfesztivál is. Mi meg aztán két lábon járó sörös hordók vagyunk, úgyhogy ez abszolút belefér. Sörpárti vagy? Mostanában egyébként úgy vagyok, hogy mostanában elkezdtem kacérkodni a borral is, mert így letépen öregszik az ember, nem tudom. De a sör az mehet mindig. A sör az olyan, hogy azt úgy nem kell, annak nem kell megadni így a szertartását. Azt odamész egy sörözőbe, és kriglik egymás után, meg az egy ilyen haveri dolog. A borozás az olyan, hogy van egy szertartása, meg kell adni a módját. Itt vannak különböző ízesítésű sörök. Te próbáltad már például a narancsízű sör? Hát azt nem, de nem feltétlenül az lesz a kedvencem szerintem. Szeretnél kipróbálni valami különleges sör? Hát akkor mutatok neked. Tényleg? Én a barna söröket nagyon szeretem. Az a baj, ez látni, ez a Krusovice például. Reklám volt. Mondok mindjárt más. Werner's Grüner, helyi nekem sok minden. Gyere velem, mutatok neked valamit. Ajánlanátok a Zolinak valami különlegesebb ízesítésű sört, ami nem narancsízű mondjuk. Mondjuk nem narancsízű sörünk, és olyan kemény sörünk, mint az Oli például, 5% alkoholtartalmú. Az sok. Az jó. És finom. Nézzük meg. Illetve hát ígyuk meg. Nézegetjük, abból nem leszik okosabban. Mi mindjárt elvelik. Ez milyen ízesítésű? Ez normál sör, prémium minőségű. Szépen. De ezt nem kell úgy, mint a bort, hogy fogod és megiszod. Esküdj meg, hogy lehúztad majdnem az egészet. Ez jó, na jó, de akkora íze, ilyen zsebüveg, ne hülyeskedjön. Valami olyan, aminek íze is van. Milyen ízesítésű íze sorok vannak? Valami különleges íze. Ez normál sör, kukoricát tartalmazó 4-6-os. Nem akarlak leitatni, esküszöm, de ha már itt belehúztál... Mert új számokat is nyomunk, és szövegek így kavarognak a fejembe, úgyhogy ne csináld ezt velem. Meghűljek még az elején. Köszönöm. Na hát egészségére a Gangsta Zolinak, és egészségére mindenkinek, aki imádja a jó söröket. Meglátjuk, hogy mi a különbség a kettő közt. Jó ez is. Ezek jók ezek. Tudod, mire emlékeztetted engem? Nem akarlak. Nehogy sértődés, hogy egy Kronenburg. Annak az ízére emlékeztet. Komolyan. Ugye? Az a jelleg. Nem azt mondom, hogy olyan jellegű. Na hát, sörben azt hiszem teljesen profi Gangsta Zoli, úgyhogy én itt is hagyom őt, hadd élvezkedjen. Azért ezt meg fogom nézni, hogy két pofa sör után, hogy úgy mondjam, hogy dalolja az új számokat. Zoli, azt mondtad, hogy lesznek új dalok is, két pofa sör után, hogy úgy mondjam, menni fog? Azért nem vagyunk már gyerekek egyrészt. Már a férfi korban vagyok, nem tudom, hallottad-e? Hallottam hírét. Ugye? Úgyhogy menni fog szerintem. Elnézést. Egészség. Ez vele jár. Úgyhogy szerintem menni fog. Ezek olyan új számok, amik tulajdonképpen régi számok, csak felvettük a műsorba, mint újakat, picit átdolgozva, és hát újra kellett tanulni, mert tudod, egy csomó dolog kiesik a szoftverből, amit nem használsz. Az kiesik. Főleg ez a szoftver egy kicsit le van gyalulva. Akkor én most hagylak, hogy tovább frissítsd a szoftvert, és kívánok neked nagyon-nagyon jó bulit. Szeretnél még valamit mondani? Nem! Mondod azt, hogy... Aggodalomra semmi. Mondd azt, hogy Tabu TV a TV, amit csak lazán lehet komolyan venni. Nem tudtam megjegyezni. Tabu TV a TV, amit csak lazán lehet komolyan venni. És a nagyon fontos üzenet, aggodalomra semmi ok, addig élünk, amíg meg nem halunk. Szevasztok! Hát ő volt Gangsta Zoli.